Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, kedves szegediek! Soha korábban nem éltünk át hasonló járványt, és ez a nehéz időszak bizony mindannyiunk számára sokkal nagyobb fegyelmezettséget és sokkal nagyobb kitartást igényel. Tudom, pontosan tudjuk, hogy sokkal nehezebb készülni így a karácsonyi ünnepekre, hogyha mindennapjainkat korlátozások nehezítik. Talán az a legnehezebb, hogy családtagjainktól, szeretteinktől távol kell maradnunk egészségünk védelmében. De muszáj kitartanunk, hogy minél előbb véget érhessenek közös megpróbáltatásaink, és újra együtt ünnepelhessük összetartó közösségünket. Advent harmadik vasárnapja, az öröm gyertyáját gyújtjuk meg ma. Az örömét, melyből sajnos kevés adatot meg az idén. Persze egy más nézőpontból közelítjük, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a járványhelyzet megtanított bennünket arra, hogy kicsit átértékeljük az életünket. Megtanított arra, hogy örülnünk kell a kis dolgoknak, értékelni kell mindazt, amit az élettől kaptunk, ami körülvesz bennünket, vagy amiért megdolgoztunk, megküzdöttünk. A drága ajándékok, az anyagi javak most háttérbe szorulnak, és örömünket fejezzük ki, ha szeretteink jó egészségnek örvennek, örülünk annak, ha a családok, a barátok, a civil közösségek szolidárisabbak lesznek egymással, és a bajban egymás segítségére sietnek. Azt kívánom, tanuljunk ebből. És a járványveszély elmúlása után se felejtsük el, hogy a boldogság forrása az apró örömökben is fellelhető, a szeretet ereje pedig a szolidaritásban és az összetartásban megsokszorozódik. Legyünk továbbra is fegyelmezettek, figyeljünk oda jobban egymásra, hogy jövőre már újra, szabadon és együtt ünnepelhessük a szeretet ünnepét, a karácsonyt. Vigyázzunk egymásra továbbra is. És most gyújtsuk meg közösen az adventi koszorún a harmadik, egyben az örömet jelképező gyertyát. És engedjék meg, hogy mindannyiuk számára egészségekben gazdag, örömteli, békés és boldog karácsonyi ünnepeket kívánjak.